Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. A mai videóban egy bogyós gyümölcsös kobler receptjét szeretném nektek megmutatni. Hogyha hozzám hasonlóan ti is szeretitek az egyszerűen gyorsan összedobható sütiket, akkor nagyon-nagyon fogjátok szeretni. Először is elmondanám, hogy a videóban én csak egy fél adagot készítettem, de a mellettem lévő receptfüzetbe, amiben leírtam a receptet, ott a teljes adagnak a leírása található, és alapvetően úgy gondolom, hogy érdemes a nagyobb adagot készíteni, úgyhogy a leírásban, illetve a videóban hallható narrációban is a teljes adagnak a mennyiségét fogjátok hallani, de természetesen ti magatok is nyugodtan le tudjátok csökkenteni, főleg abban az esetben, hogyha csak egy-két főre készítenétek, hiszen ezt a sütit érdemes az elkészítése után néhány percen belül elfogyasztani, hiszen így a legfinomabb, úgyhogy rajtatok áll a döntés. Úgyhogy először is kimértem 800 g-nyi gyümölcsöt, én most epret, málnát és ilyen kékáfonyát használtam. Általában nálam mindig a bogyós gyümölcsök vannak a hűtőben, úgyhogy ezekből nekem a legkönnyebb dolgozni. Hogyha megvagyunk a gyümölcsökkel, akkor jöhet a tetejére egy kevés cukor. A 800 g-os mennyiséghez én két evőkanállal használtam. Ez pont annyira elegendő, hogy ne legyen túl savanyú, ne legyen túl fanyar, de mégsem túl édes, úgyhogy majd a videóban látható tálalási módszerhez tökéletesen fog illeszkedni, hiszen az elkészült koblert majd vaníliafagyival érdemes igazság szerint tálalni, úgyhogy ha ti is hasonlóan szeretnétek készíteni, akkor nem érdemes ezt a részt túl cukrozni, túl édesíteni. Ezután jöhet hozzá néhány ízesítő alapanyag. Én citromhéjat, citromlevet, valamint vanília aromát használtam. Ehelyett nyugodtan lehet igazi vaníliának a kikapart magját, vagy pedig természetes kivonatot, esetleg vaníliás cukrot is használni, mert az is tökéletesen megállja a helyét. Szóval, hogyha megvagyunk a bogyós résszel, egyszerűen kikeverjük és félre rakjuk. Ez nem tartott nagyjából 2-3 percnél tovább. Ezután pedig jöhet a tésztának az elkészítése. Igazából valahol az omlós, piskótás jellegű dolgok közé sorolható. Nem igazán tudom meghatározni, hogy mégis milyen tészta lehet. Látni fogjátok majd az elkészült tészta nyers állagán, hogy egy nagyon érdekes, nem piskótás, de nem is omlós tésztás, és sütés után is igazából egy kicsit ilyen meghatározhatatlan. Ettől függetlenül ennek a sütinek a tetejére tökéletesen illeszkedik, nagyon-nagyon finom. A kimért lisztet, ami 200 g, 70 g cukorral kevertem el, került bele egy negyed kiskanálnyi sütőpor, valamint egy csipet só. Ezután kimértem 90 g hideg hűtőből kivett vajat, és ezt is hozzáadagoltam. Igazából én most ezt a konyhai robotgépet használtam, de hogyha kézzel készítenétek, akkor egyszerűen bele kell morzsolni a lisztes részbe, hogy ne maradjon nagy darabokban meg a vaj, de hát ezért is tökéletes ez a kis konyhai ketyere, mert tökéletesen elvégzi néhány pillanat alatt ezt a feladatot. Hogyha a lisztünk teljesen felvette a vajat, akkor hozzáadagolunk 1,3 deci tejet, amihez nagyjából 1-2 evőkanálnyi citromlevet is csurgatunk, és ezzel összekeverve egy krémes, jól kanalazható tésztát fogunk kapni, és ezzel fogjuk úgymond bevonni a sütingnek a tetejét. Ahogy mondtam a videó elején, ez csak egy fél adag, úgyhogy ne tévesszem meg benneteket. Ez a kisméretű, hát ilyen kis sütőforma. Érdemes egy pita formát, vagy pedig egy négyzet alakú tepsit használni, és érdemes arra is figyelni, hogy a gyümölcsökből kifővő lé, ami ugye a keményítő hatására szépen be fog sűrűsödni, az alacsony peremű tepsikből, formákból képes kifutni, úgyhogy ha csak olyan edényetek van, érdemes alárakni alufóliát, nehogy a sütőtök lássa a kárát a süti gyártásnak. Ezután, hogyha beleborítottuk a fagyasztott gyümölcsöket, amik ilyenkor még teljesen fagyottak, nem kell hagyni őket kiolvadni, nem kell igazából semmit csinálni velük, azaz, hogyha megvagyunk a tésztával, és rápakoltuk a tetejére, kicsit eldolgoztuk, már is lehet sütni. A tésztát így igazából kanál segítségével ráhalmoztam, igyekeztem egy kicsit eloszlatni, de sütés közben azért valamennyire ez még fog igazodni, úgyhogy azért nem kell annyira ügyelni arra, hogy egyenletesen mindenhova kerüljön belőle. Ezután pedig egy nagyon-nagyon kevés tejjel, amit ebbe a tésztás tálba borítottam bele, lekentem az egésznek a
tetejét, és egy kevés barna cukorral hintettem meg. Cukor helyett nyugodtan lehet aprított mandulát, pisztáciát, vagy más csonthéjast is használni, mert általában a bogyós gyümölcsökhöz nagyon jól illik. Legközelebb pedig szeretnék majd valami más gyümölcsből is készíteni hasonló koblert. Arra gondoltam, hogy egy rebarbalás változatot is ki fogok próbálni. Ezután pedig jöhet maga a sütés. Én 175-180 fokon 30-35 percig készítettem. Fél időben, vagy nagyjából 20 percnél kinyitottam a sütőt, és egy kicsit meglestem. Úgy ítéltem, hogy ez még nagyon-nagyon halovány, úgyhogy kellett még neki ez a 10-15 perc, és utána már tökéletes volt. Egy kicsit megkóstolgattuk itt már, de gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan is kell ennek pontosan kinéznie. Nem feltétlenül kell ezeket kiadagolni kis tálakba, de hogyha szeretnétek, akkor természetesen megtehető. Nem a világon a legszebben tálalható desszert, hiszen nem igazán lehet belőle szeleteket vagy darabokat vágni, ennek ellenére talán az egyik legfinomabb. A fanyar gyümölcsös, mégis sűrű, krémes, egyben forró gyümölcsös szószhoz fantasztikusan jól illik a hideg, egyszerű vaníliás fagyi, valamint ez az enyhén édeskés, mégis ropogós tészta is nagyon jól hozzá illik igazság szerint, úgyhogy javaslom nektek is, hogy próbáljátok ki, mert tényleg nagyjából az egésznek az összeállítása nem tart tovább 5 percnél, és a sütési idő sem olyan vészes, utána pedig azonnal fogyasztható, hiszen ahogy említettem, ezt forrón, melegen a legfinomabb, ahogy hűl egyébként maga a pudingos, ilyen besűrűsített gyümölcsös rész, úgy fog egyre szilárdabb lenni, egyébként úgy sem rossz, de akkor már azért fagyival nem annyira izgalmas szerintem, úgyhogy ezt szerettem volna nektek megmutatni ebben a videóban, remélem, hogy tudtam bele nektek egy kis érdekes, izgalmas, gyümölcsös finomságot mutatni, hogyha szeretnétek velem megosztani a kipróbált sütis fotókat, akkor a Tündérkert csoportban, vagy pedig a Ritusrác Instagram oldalon tudjátok megtenni. Nagyon-nagyon szoktam nekik örülni, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, tudjátok, hamarosan újra találkozunk, de addig is. Sziasztok!